Annyit hadd mondjak el, hogy a családi csődvédelemnek a célja az, hogy mentőövet nyújtson a bajba jutott családoknak. Az eszköze pedig az, hogy a fizetőképességet helyreállítja. Ha már az ellenzéki javaslatokról is szót kell ejteni, akkor hadd mondjam el azt, hogy ezek a módosító javaslatok mind arra irányultak, hogy azt a megegyezést, ami egyéves tárgyalások során a három érintett fél között létrejött, azt fellazítja. De ez az együttműködés, ki az a három fél? Hát az érintett, tehát az adós, a hitelező és az állam. Ez az együttműködés, ha létrejön és működőképes, akkor ezen nagyon nehéz változtatni, később persze lehet, függőben attól, hogy hányan csatlakoznak hozzá. Hadd mondjam el azt is, hogy mind a három félnek valamiféle áldozatot kell hozni. Egyrészt az állam egy olyan apparátust működtet, ami képzéssel és folyamatos munkavégzéssel jár. Ez a családi csődvédelemmel megbízott biztos, aki körülbelül jelen állás szerint egy 100 fős képzés lesz, és ezt az állam természetesen felvállalja és működteti ezt a rendszert. A pénzintézetnek, illetve a hitelezőknek is kell áldozatot hozni, hiszen itt elengedésről is szó van, ami az 5 éves időszak végén történik. De számunkra most talán az a fontos, hogy milyen áldozatot hoz, mit vállal az adós maga. Én úgy gondolom, hogy egy okos mérlegelést és egy bátor döntést kell hozni. Mit értek én okos mérlegelés alatt? Két lehetőség van az adós előtt. Vagy vállalja a végrehajtást, ami fenyegeti. Pillanatnyilag több mint 100 000 ilyen család van, aki végrehajtás előtt vagy közben áll. És a másik lehetőség, hogy önmérsékletet gyakorol, és ez alatt az 5 év alatt egy életforma váltással, ha arra van szükség, helyzetbe hozza önmagát, vagyis kikerül abból az állapotból, amibe az adóssága juttatta, talpra áll és újrakezdheti az életét. Tehát a két lehetőség nyilvánvaló, egyik a végrehajtás okozta padlóra kerülés, a másik pedig ebből a helyzetből való kijutás, kétségtelen, hogy az önmérséklet vállalásával. Én úgy gondolom, hogy mi, akik a fogyasztói társadalomnak az élvezői vagyunk, egy kicsit elszoktunk ettől a megoldástól, az önmérséklettől. De ez a lehetőség, amit felkínálunk a nehéz helyzetbe került embereknek, úgy gondolom, hogy még mindig a kisebb rossz, mint a végrehajtás okozta állapot. Nagyjából ez a helyzet tehát a családi csődvédelemről szóló törvény lehetőségeiről, és még egyszer szeretném, amit az elején is elmondtam, kihangsúlyozni. A parlamentben a KDNP javaslata elérte a kétharmados támogatottságot, de voltak olyan módosító javaslatok, amik ezt a működőképes rendszert fellazították volna, ezért az ellenzék egy része nem szavazta meg. Viszont még egyet hangsúlyoznom kell, hogy több mint egy éven keresztül hosszú és nehéz egyeztetési folyamaton ment át ez a törvényjavaslat, és így érte el ezt a mai működőképes formát.